Erwin Rommel tábornagy a II. Világháború egyik legismertebb stratégiája volt, aki a harmadik birodalom zászlója alatt ért el jelentős sikereket. Ebben a videóban a sivatagi rókáról hoztam néhány érdekességet. Rommel és az első világháború. Rommel már az első világháborúban is harcolt, ahonnan szerezte elsősorban a hírnevét. Miután Hitler 1933-ban hatalomra jutott, a Führer személyesen is figyelte a katonatiszt tevékenységét, később így a testőrségének a parancsnoka is lehetett vezérőrnagyi rendfokozattal. Annyira meg volt elégedve vele Hitler, hogy felkínálta számára, hogy válasszon akármilyen beosztást, oda fogja helyezni. Rommel így döntött a 7. páncélos hadosztály parancsnoksága mellett. A szellem hadosztály. A Rommel irányítása alatt tevékenykedő 7. páncélos hadtestet a franciák elleni hadjárat során gyakran emlegették szellem hadosztálynak, mivel egyáltalán nem tudta az ellenség, de sokszor még Rommel felettesei sem, hogy a hadosztály milyen útvonalon közlekedik és hajt végre akciókat. Rommel a hős. A harmadik birodalom sokszor úgy alakította propagandáját, hogy kiemeljenek köztük élő hős alakokat, akiket követnie érdemes a népnek. Így nem egyszer szerepelt Rommel már a nyilvánosság előtt is. Az új kívánság. Az afrikai hadjárat megszervezésekor Hitler újra felajánlotta Rommelnek, hogy választhat egy alakulatot magának. Ő az Afrika Korps, vagyis a német Afrika hadtest mellett döntött. Afrikai hadjárata során 97 000 hadifoglyot gyűjtött össze, maga a hadtest pedig naponta akár 60 kilométert is meg tudott tenni. A legnagyobb távolság, amit egy nap alatt megtettek, az 160 kilométer volt. Tobruk elfoglalásával kapta a tábornagyi rendfokozatát. A példamutató tábornagy. A tábornagy sokkal inkább a tettek embere volt. Ha a hadtest létszáma és felszereltsége kevésnek is bizonyult az ellenséggel szemben, minden helyzetből igyekezte kihozni a legjobbat. Ha arra került a sor, nem riadt vissza a fizikai munkától sem. Így is példát mutatott a katonáinak. A katona az katona. Rommel a hadtestét úgy alakította, hogy nem tett különbséget katona és katona között. Ugyanúgy teljes értékű katonának tartotta a más nemzetiségű, rasszú katonát is, akit a helyiek közül válogattak be az Afrika hadtestbe. Elképesztő sikerei miatt ezt a felfogást elnézték neki, ugyanakkor kapott olyan támadásokat is náci politikusoktól, miszerint Rommel nyugati mintát követ a háborúban, ami zsidó alapokon fekszik, mert ezeket a tábornagy állítólag az ellenség propagandájából veszi át. Rommelt ugyanakkor a tettei és eredményei igazolják. Rommel és a merénylet. Ma már biztosnak mondható, hogy Erwin Rommel tábornagy tudott a Valkür hadműveletről, vagyis a Stauffenberg gróf által szervezett Hitler ellenes merényletről, azonban nem tett ellene semmit sem. Sőt, egy magánjellegű beszélgetésben elhangzott Rommel részéről, miután Hitlert nem tudta lebeszélni a nyugati fronton történő háborúzás befejezéséről, elfogadhatónak tartotta a Führer halálát. A kivizsgáláskor bebizonyosodott a Führer számára, hogy Rommel tudott a merényletről, ezért az árulásban való megaláztatás helyett felajánlotta neki, hogy vessen véget a saját életének. Rommel közölte a családjával, hogy döntött, majd beszállt egy autóba. Negyed óra múlva már halott volt. A történészek szerint ciánkapszula végzett vele, de a hivatalos hír az volt, hogy szívrohamban halt meg. A tábor nagy fia. A fia Manfred Rommel politikus volt. 1974 és 1996 között Stuttgart polgármestereként tevékenykedett. Miután megtudta, hogy édesapja meghalt, dezertált a német hadseregből és nyugatra szökött, ahol megadta magát az első francia hadseregnek. A temetés. Erwin Rommel temetésére 1944. október 18-án került sor. Mikor a birodalmi delegált részvétét fejezte ki az özvegyének, az asszony Lucy Rommel nem viszonozta a kéznyújtást. A testét soha nem vizsgálták meg, mivel a halálát követően hamar elhamvasztották. A szövetséges hírszerzők összevetették az eddig szerzett információjukat, és miután kihallgatták Rommel özvegyét és a tábornagy fiának, Manfred Rommelnek a levelét is elolvasták, megállapították, hogy Rommelt már pedig Hitler megölette. Ha nem önkezüleg kellett végezni a magával, egész biztosan segítettek megoldani ezt a problémát. A Rommel mítosz. Rommel mítosznak nevezik mindazt a sok életút feldolgozást, ami igazság szerint az ő életét és tetteit felnagyítja. Mindez azzal a könyvvel kezdődött, amit az első világháború után Rommel kiadott. A mítosz azzal kezdődik, hogy Hitler állítólag emiatt figyelt fel rá. Az 1950-es évektől egészen talán még napjainkig is jelentek és jelennek meg olyan könyvek, dokumentumfilmek,
amik Erwin Rommel teljes életét úgy mutatják be, ahogy azt a náci propagandában is láttatni próbálták, ugyanis a legtöbben nem tettek különbséget a valós tények és az akkori propaganda által közölt információk között. Például sokan arról nem is beszélnek, hogy az afrikai hadjárat kudarcait követően Hitler az európai védelem megszervezésével bízta meg Rommelt. Tehát a Rommel mítoszt a harmadik birodalom propagandistái építették fel, és sok történész, újságíró esett abba a hibába, hogy ezeket a fals vagy felnagyított információkat tényként kezelték. Rommel természetesen a propagandisták munkáját nem akadályozta. Az utókornak ezért maradt meg úgy a tábornagy, mint a jó német, akit kihasznált a harmadik birodalom.